Sziasztok, itt ismét Démien. Egy nagyon aranyos trükkel készültem nektek. Ismét Somának a social deckjét fogom használni, de igazából csak pár lapot. A trükköt nagyon kedves kollégámtól és barátomtól, Fülöp Tibortól tanultam, ugyanis ő 2003-ban kiadott egy ilyen sikertrükkök füzetet, és ebbe van egy Skártya trükkök vannak benne, és ebbe van egy nagyon aranyos kis sztoris trükk, és mivel tudom, hogy szeretitek az ilyen sztoris trükköket, ezért úgy gondoltam, hogy csinálok belőle egy videót. Nézzük, miről szól ez a trükk. Tegyük fel, hogy van 7 darab nézőnk, akik ellátogatnak a bűvész színházba, és tegyük fel, mondjuk biciklivel érkeztek. Itt a jokerek szimbolizálják nekünk a biciklit. Mindegyiküknek megvolt a maguk biciklije. Na most, ez a 7 ember ugye beült az előadásra, és mit az Isten? Az egyik bicikli eltűnt. Ezt a biciklit félre is rakjuk. Eltűnt az egyik bicikli. Na de, véget ért az előadás, és a mi kis nézőink ugye szerették volna visszakapni a bicikliüket, ugye a ruhatárból, ha bár ruhatárba biciklit elég nehéz berakni, de se baj, szerették volna visszakapni a bicikliüket. Jött az első néző, és ugye kereste a bicikliét, de az eltűnt. Nem baj, a ruhatáros azt mondta, hogy álljon félre, és majd valahogy megoldjuk, mégiscsak a bűvész színházban vagyunk, meg tudjuk oldani az ilyesmit is. A második néző fogta biciklivel haza, harmadik néző fogta biciklivel haza, negyedik néző fogta biciklivel haza, ötödik néző fogta biciklivel haza, és mit az Isten, a hatodik néző biciklivel haza, és a ruhatáros nagy trükkje, hogy a hetedik nézőnek is meglett a biciklije, hiába tűnt el egy, ő is haza tudott menni. Na hát ennyi volt ez az aranyos kis sztoris trükk, remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, ha nem diszlájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, megosztani ezt a videót, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!